Rekordot döntött a hazai hitelkártya tulajdonosok tartozása. Soha ilyen magas összeggel nem voltak még adósok az ügyfelek a pénzintézeteknek. Több mint 150 milliárd forint a kintlevőség, ami egy kártyára vetítve körülbelül 130 ezer forintos mínuszt jelent. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tartozást érdemes gyorsan kiegyenlíteni. A türelmi időszakot követően ugyanis magas kamat terheli az elmaradást. Fogyasztási hitel. Egy finanszírozási forma, amelyet egyre többen vesznek igénybe, például napi cikkek kifizetésére. Ennek oka a Bank 360 szakértője szerint egyebek közt az infláció. Többet kell költeni a napi megélhetésre. Feltételezem, hogy sok helyen a rezsidíjak is emelkedtek, tehát arra is többet fizetnek az emberek. Egyszerűen nőtt a napi megélhetés költsége. De nem csak a fogyasztási hitel, hanem a hitelkártya is segítheti a mindennapi költségek finanszírozását. A kártya tulajdonosok között azonban többen vannak olyanok, akik nem tudják hónapról hónapra kiegyenlíteni a felhasznált összeget. A biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője szerint a tavaly novemberi adatok alapján a kártya tulajdonosok több mint 150 milliárd forinttal tartoznak. Ez 1,1 millió hitelkártyát jelent, és átlagosan 130 ezer forinttal vagyunk mínuszba a hitelkártyánkkal, tehát annyit kellene visszafizetnünk, hogy nullán legyünk. Ahogy Gergely Péter fogalmazott, érdemes akár részletekben végezni a tartozás törlesztését. A folyószámla hitellel szemben ugyanis a hitelkártya esetében nem automatikusan történik a kiegyenlítés, ezt az ügyfeleknek kell megtenniük. Jelenleg azonban a tartozások csak nem felét az adósok nem törlesztették a türelmi időszak végéig. A gyors pénznek nagyon nagy ára van, hiszen hogyha időben nem tudom visszatölteni, akkor annak nagyon magas a kamata, tehát előfordulhat. Akinek ilyenje van, azt kérem, hogy figyeljen rá, és tegyen meg mindent, hogy ne a hitelkártyája kamatozzon a 30%-os kamatával, hanem bármilyen más egyéb hitellel azt váltsa ki. A tavalyi összegekhez hasonló mértékű tartozása a háztartásoknak utoljára 2014-ben volt, akkor azonban még 1,4 millió hitelkártya volt forgalomban.